nyugatra, méghozzá Sopronba, illetve Sopron környékére, hiszen forrásokban nagyon gazdag az a vidék, és nyaranta nagyon sokan keresik fel ezeket a bizonyos forrásokat. Az egyik legismertebbnél ott van Raffaele Mőke. Szervusz, jó reggelt kívánok! Hol vagy egészen pontosan? Szia, jó reggelt kívánok, köszöntöm a napindító nézőit. Itt vagyunk egy nagyon híres forrásnál, egészen pontosan a Szalamandra tónál itt Soproni parkerdőben, Sopron környékén. Nagyon érdekes története van ennek a forrásnak, erről már Tömördi Szabolcsot fogom kérdezni. Jó reggelt kívánok, milyen forrás mellett állunk egészen pontosan? Jó reggelt kívánok, ez a természetbarát forrás néven ismert forrásunk itt a Szalamandra tó mellett. Érdekes története van, az 1931-ben egy kolera járvány tört ki a városban, és minden kút elfertőződött, és ide jártak ki az emberek, abban az időben ezt a forrást orvosi forrásként ezen a néven ismerték. Majd a 1950-es években felújították, természetbarátok, és utána természetbarát forrásként nevezték el, majd az utolsó felújítás 2003-ban volt. Egy elég bővízű forrás, talán a környék legbővízű forrásáról beszélünk. Érdekes tudni, hogy a víz, ami a földből, a hegyből jön ki, az ugye nagyon sok időt tölt a hegy gyomrában, és állandó hőmérsékleten 7-12 fokon csörgezik ki a kifolyócsövön, és ez télen is nagyon érdekes lehet, mert ugye olvassza a havat, nyáron pedig hűsíti az erre járó természetbarátokat, horgászokat, erdőjárókat. Mennyire népszerű a soproniak körében? Nagyon szeretnek idejönni az emberek, nagyon jó ízű a víze ennek a forrásnak, és rendszeresen látogatják. Mit kell tudni Sopron és környékén, a soproni hegységben hány forrás található, milyen feljegyzések alapján? Hát egyes feljegyzések alapján 52 forrásunk és állandó, illetve időszakos forrásunk van, illetve szivárgónk. Folyamatosan nézik az emberek, a szakemberek ezeket a forrásokat. A víz mindig megtalálja a magának kellemes lehetőséget, mindig a könnyebb utat válaszza a víz, és van, hogy források elapadnak, van, hogy más helyen törnek fel, és ez folyamatosan térképezik. Mennyi íható esetleg belőle, illetve milyen jelzése van azoknak a forrásoknak, akár itt Sopronban, akár országos szinten, amelyek nem íhatóak? A bevizsgált forrásokra, hogyha valamelyik komponens miatt nem iható, emberi fogyasztásra alkalmatlan a forrás vize, az erdőgazdaságnak a szakemberei azon nyomban raknak ki egy táblát, hogy a forrás ihatatlan. Ahol nem találunk ilyen táblátot, nyugodtan ihatunk a forrás vizéből. Sopronban mely források nem ihatóak? Jelen pillanat a Deák kútnak a vizével van egy kis probléma, ott van egyedül tábla, ahol nem lehet inni. Az erdőtörvény mit mond ki azzal kapcsolatosan, hogy mennyi vizet vehetünk magunkhoz egy-egy ilyen forrásnál? Hát napi használatra lehet elhordani vizet, ugyanúgy, mint ahogy a gyümölcsöket is lehet gyűjteni, a gombákat az erdőben, ugyanerre szól a forrásod is, annak ott a helye, ott kell, hogy maradjon, mert táplálnia kell a természetet. Szoktak-e túrákat szervezni ezekhez a forrásokhoz, illetve milyen források a legnépszerűbbek még a természetbarát forráson kívül itt Sopronban? Hát a Deák kút például, a Ferenc forrás, aztán a Büdös kút a határ mellett, a Hármas forrás, ahova 100 lépcső vezet le. Persze szoktunk túrákat szervezni, van egy teljesítménytúránk is forrástól forrásig néven, ez májusban a források napja alkalmával szoktuk megrendezni, idén is hatalmas népszerűségnek örvendett. Itt arról szól, hogy forrástól forrásig megyünk, és folyamatosan az emberek keresik a forrásokat, és kóstolják a vizüket is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Tömördi Szabolcsnak, és akkor a kedves nézőknek elmondanám, illetve arra biztatnám őket, hogy mindenképpen a jó idő alkalmával keressék fel ezeket a forrásokat, akár itt Sopron és környékén, akár országosan. A szó a stúdióé.